Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a Hírtorony híradó jelentkezik 2022. augusztus 17-én Dunaszerdahelyen vagyunk. Hát hol is lehetnénk máshol, a Wiedermann Károlynál, és a Wiedermann Károlynak van két galambász vendége, a Kálazi Vászló és a Szárok Csaba. Először is a Wiedermann Károlyhoz fordulok, nagyon szépen megköszönöm, hogy lehetővé teszi ezt az interjút. Hát miről is beszélgethetnénk a galambokról? Kivel kezdjem? Károlya. Mi a véleményed a jelenlegi postagalamb sportról, a versenyekről, azok kialakulásáról, azok további lehetőségéről, mik a tendenciák, hova, milyen irányban tendálódik ez az egész? Üdvözlök mindenkit! Hát ez olyan kérdés, hogy nem vagyok jó, nem tudom mondani, hogy... Egy picit hangosabb. Nem vagyok jó, nem tudom, hogy mi lesz, hogyan lesz tovább, de én szerintem nagy jövőt nem látok ebben a galambászokba, semféleképpen. Én csak azt mondom, tanácsolom minden új galambásznak, hogy aki elkezd most akar galambászkodni, hogy egy napig ne foglalkozzon galambokkal, mert ez egy teljesen fölösleges időt is, de ezt komolyan mondom. Azt is elmondom, miért. Azért, mert ezek most a világon irányba indul, én szerintem, hogy ez a sport, vagy nevezett galambtartás, vagy valami, ez teljes mértékben anyagilag, hogyha jól akar csinál valamit, anyagilag tönkreteszi a családot, vagy bármit. A másik, hogy nagyon, az galambász társadalom egy nagyon furcsa emberekből áll, akik mindenki nyerni akar. Egyik ma kezd galambászkodni, jövőre, már jövő héten már ő akar lenni a bajnok, és nem tudják fölfogni azt, hogy mindenhez időköl ahhoz, hogy kialakuljon egy állomány, az időkölnek investálni kell galambokba, időbe, takarmányba, minden, és egyszerűen minél több itt a öreg galambász, idősre gondolok, akik korba, és nem tudják megengedni maguknak ezeket a horribilis árakot. Igen, értem, és... én akkor én tovább is megyek. Én tudom, hogy a Károlynak egy nemzetközileg elismert állománya van, volt, vagy talán van is még, és nagyon ritka állománnyal rendelkezik nemzetközi szinten. De hát ezek nagyon-nagyon kemény szavak voltak, éppen ezért a Kálazi sportársos sportolók, akit nevezhetek egy matusálemnek, nevezhetek egy élő lexikonnak is. Mi a véleményed akkor? Neked osztod a Károlyjal a véleményt a jövőbeli halamban? Hát részben osztom a véleményemet, csak úgy mondom, hogy részben, mert ez a dolog, ami most történik a világban, ez ugyanúgy el fog múlni, mint bármikor máskor elmúlt. Mert nem kell messzire menni, a második világháború után a éjséges időkben is, aki galambot tartotta galambot, de nem ennyi mennyiséggel, sokkal kevesebbel. Még rosszabbat is mondok, a Csabának mondtam, csendesen, hogy ameddig a pék kenyeret süt, addig mindig lesz száraz kenyér, és én emlékszem rá, amikor száraz kenyerem, pirított száraz kenyeret tettem a galambjaimat. No, hát akkor nyilván egy kicsi állomány lehetett. Hát azért 20 darab galambot, azt mondhatom, hogy kicsi, de ilyen nagy mennyiségű galambokkal, most nem a karcsiról beszélek, hanem úgy világviszonylatban, meg nálunk Magyarországon is elég sok olyan tenyésztő van, aki több száz galambban rendelkezik. De így nem... Igen, nem is. Bocsánat. A Csabához fordulnék, aki nem tudom, gyerekkora óta galambászik, de aktívan mióta versenyzik? 13 éve. 13 éve, tehát nem egy kezdő, és a Csabának mi a vélemény a jövőbeli galambászatról, hogy van-e fiatal utánpótlás, mennyire öregedett el a postagalamb társadalom? Sajnos nagyon kevés a fiatal utánpótlás. Egyre kevesebb, nem sokat érdekel. Aki már csinálja, az biztos nem fogja abba hagyni szerintem. Amit tudják, azért tartják, de a fiatalok nagyon kevesek. Nagyon kicsi az érdeklődés, nagyon kevés fiatal van. Inkább az idősek, azok mindegyik, mindenki megtartja, ahogy elindult a galambászatba, de a fiataloknak nehéz. Visszakanyarodok vendéglátónkhoz, a Wiedermann Károlyhoz. Milyen állománnyal rendelkezik? Nem arra vagyok kíváncsi tudni, hogy hány darab.
hanem tehát gyakorlatilag kiktől származnak a madarak, mert látom, hogy nincs eladási szándéka, mert a promó nem olyan volt a bemutatkozás, mint aki azt akarja, hogy nagyobb üzletet csináljanak a lakmászatra. Nem, nagyon nem is adok, megmondom őszintén, nem adok, hogy napon nincs olyan napon, ne írnak kalambászok föl. Egész orsz világot mondhatom galambokért, de nem is foglak azok a eladásra, nem is foglak azok a galambászokra, én most nincs is időm rájuk, nem is érdekel már abszolút az egész galambászok, de a állományom nagyon jó úton indul, most van, mert a 2022-es évben csak Magyarországról beszélünk, viszonylatban, a Magyarország országos viszonylati versenyekből a egyévesek nemzeti versenyét, a másik helyet érte el, én félig én galambom a Jakab Andrásnál, a Vince Zoli galambja, a is szintén én galambomból van, az a hetedik, Magyarország legjobb galambja egy éves, az a hetedik olimpián, 5 vagy 6 galambom volt, ami minimálisan félig most a olimpián, Magyarország és Szlovákiában, csak két ország beszélek, akkor Teneferi versenyen, ami föl is hívtak engem már több vándorgratuláció, konkrétan fölhívott a teneferi Ledesma, a teneferi telep tulajdonosa, hogy milyen galambjaim vannak, hogy ilyen még nem volt soha teneferibe a világ első versenyén, hogy 5 éven köröztük a galambokot, mind a 5 éven köröztül a galambjaim egyszerre szálltak le a győztes galambbal, lényegében mind a 5-szer megnyertem volna, voltam 4., 3., 2., 14., most 12., de megint első lett a galambom, a 6. champion galambot ebbe évben is, úgyhogy ő mindig lényegében a galambim, ilyen nem volt teneferiben. Ők a tengerről ereszik? Tengeren, most is a Aurora nevű galambom, aki lényegében a 6. legjobb galamb volt egész teneferiben, és most is 12-nek szállt le a versenyen, de mondom, egyszerre szállt le a győztes galamba, előző évben volt a galambom 4., BMW tímen, és én galambom volt, azelőtt volt a 3. galambom, szóval volt a 2. is, szóval minden évben nyert, de bárhol teszek galambokat a tesztelepekre, mindenhol nyernek, azon kívül most is a Magyarországon a Győrben a Kiskarcsi galambja, egy félig én galambom, és országos szinten Magyarországon egyik legjobb hosszú távú galamb, 1 éves. Győrben egyszer megnyerte a 3 verseny volt Győrben, vagy 4, ami hosszú távú. Magdeburgot 2. volt országos szinten, akkor a galamb volt, vagy nem is tudom, igen, Magdeburg 2. galamb, akkor most a utol Lipcsa, mit tudom, mi volt az utolsó első hosszú megnyerte a galamb. Szóval ez a galamb 1 évesig nagyon extra. Repül, akkor Lengyországban is 2 galamb volt az olimpián, egyik a legjobb, nem is tudom azt mondani, hogy C-kategóriás, és én galambomnak a gyereke. Úgyhogy galambi, ahol mindnek galambok, ott mindenhol a galambi nyernek. Az azért mondom, hogy nagyon jó a irány, amire rájöttem 2020-ban is, amikor valami olyan rekordot állítottak föl, amit se előtte, még szerintem utánsága senki meg tudni dönteni, hogy majd 15 galambban, olyan galambban, hogy életben soha nem voltam még kosárba se, mert 18-as születésű galambok voltak, 19-ben nem versenyeztem, 20-ban se versenyeztem, csak leadtam a lapnevezést, és a galambok 0 km, de azt hiszem, még udvarosak voltak kint a galambok, csak így magántréningeken, és a maraton, magyarországi maratonban Magyarország 10 legjobb legjobb galambjából, vagy a 10 championból, 5 a én galambom volt. Ilyen még nem volt soha a magyar történelemben, még nem is lesz szerintem, hogy valakinek, egy embernek a 15 galambjából valaki a első 10-ből 5 champion. Mindig galambot leellenőriztek, és ami egy nagyon nevetségesnek tartom még, hogy lett 3 galambom, aki nagyon élbe lett volna, olyan olimpiai szintre kerültek volna, ha repetem tovább. Egyet 2021-ben még elvittem egy versenyre úgy, hogy a galamb egész évben be volt zárva. Egy héttel verseny előtt egy barátaim rábeszélésére kivettem a tenyészetből, 2-szer elvittem magántréningre, a utolsó maratonon Magyarországra. A galambot betettem, szintén kezit, lábát, orrát, csőrit, mindent leblombáltok, lejelültek minden.
mint hogyha egy galambtól annyit kellene fétenni. Még arra is hajlandó volt, ahol lemondtam a írásból, hogy ha az a galamb járni meg a olimpiai gyűrűs versenyt, azt egy millióhoz lemondok, mert csak így engedtek vetetni galambot, akkor a vetetők. Betettem a galambot, és a galambok 80%-a, vagy azt 900%-a elveszett a versenyt. Nekem egy galambból akkor is egy ott van első 20-ba, 25-be. Szóval a galambim nagyon-nagyon megvetelékedve. Ezek galambok, főként Kommermann Dommelle galambok. Kommermann Dommellentől vásároltam a 60 darab olyan galambot, amik mind versenygalambok voltak előzőben. Hosszú távú vagy rövid? Már hosszú távú galambok, maraton galambok. Ezen kívül Emil Denis galambim vannak, eredetik, abból is megy 50 darab, és egy olimpiai győztes román galambnak a gyerekei, az én galambom, ezeket raktam össze, és ezekből vannak ezek a galambok, amik mondtam azt, hogy 80%-ban jó galambok. Ilyen ritkaság, hogy ezek olyan galambok, hogy sehol nem esznek el. Akkor adok, rengeteget elviszek, hogy Németország, Hollandia, Magyarország, itt a hova. Tudom, hogy Magyarországra is ajándékoztál a közelmúltban fiatal galambokat, nem kezdőnek ugyan, de egy régmúlta rendelkező galambásznak. Hogyan, milyen formában, hogy került ide, hogy tőled szerezzem meg galambokat? Ilyen kire van, Gyuri Lákkorról? Azt hiszem, többnek adnak, vannak több barátok, mi hallottak így galambot a nyándékba, azok egy kérdő barátok. A múltkor a Helyi Gyuri barátom, a Magyar Szövetségi Elnök hívott engem, mert más beszélgetés miatt keresett föl. Akkor mondta nekem, hogy a galambjai megfogta a mennyét, vagy nem tudom milyen állok. És akkor felajánlottam neki, hogy adok neki egy 50-60 darab kis galambot, aminek saját Skócián Józsinak készítettem a galambokat el, őnek gyűrűztem, ő gyűrűje is. És aztán jött a Gyuri barátom, és inkább neki adtuk azokat a galambokat azért, hogy tudjon folytatni a galambászkodást, mert el volt keseredve, ahogy a galambjai elpusztultak, úgyhogy adtam neki egy egész állományt, ami lényegében mind hosszú távú. De rengeteg galambot elvittek értelem most idén Franciaországból és a Dubajba. Gárazi portáshoz fordulok, nevezhetlek így, ugye, mert valamikor én is aktív versenyző voltam, sőt, mint több tagja voltam a B12 Egyesületnek is. Mint nemzetközi bíráló, te látod már ezeket a galambokat, az összbenyomás, habitus szempontjából mi a véleményed ezekről a galambokról, vagy van-e véleményed? Elfogadható galambok. Húha, nagyon lakonikus válasz volt, ez olyan, hogy se kontra. Én nekem voltak a kezemben. Egy évvel ezelőtt voltunk a Karcsinál látogatóban, Kovács Attila barátommal, és akkor végig nézegettük ezeket a galambokat, jobbról balra, balról jobbra. Értem. Jó, galambászat, én elmondom, én körülbelül 45 éve galambászkodok, most az 50, így. Összes nagy galambász Magyarországon, Szlovákia, Csehország, mindent ismertem kiskoromtól összesek, mi apám is galambász. Galambok, még azok a lovakot is éppen így. De gyakorlatilag akkor szinte az anya teljes szívből. Így van, csak azt akarom mondani, ebből kihozni, hogy minden évben mindig fog minél jobb és jobb galambokat mindig próbálom szerezni. Most olyan állományom van, hogy Európa szinten minimálisan, de világszintben is biztosan hosszú távú vonal, hosszú távon az első ötbe a világon valami vannak, akik ott vannak, de ezt bizonyítsák a eredmények is. Nincs például Magyarországon, van, csak Magyarországon szinten vesszük, nincs olyan országos verseny, mondjuk az első utolsó öt évben, hogy az első öt galamba minimálisan a országos versenyekben nincsen nekem legalább, én tudom számolni, hogy valamelyik a 2-3. De az éppen Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, mindenhol a galambim otthon, én gyerekeim, a gyerekei
hogy rettegtem galambok, sokat eladtam sok galambot, mindig ott vannak, nem véletlen, ilyen nincsen, hogy már ilyen véletlen nincsenek, érti, azt élek, hogy most is mondom, csak ez évről beszélek, csak a 2022-esben ott a kis karcsi galambja félig, anyját én adtam neki, aki egy évesen meg lehet nézni, miket repült, háromszor volt első, vagy kétszer első, egyszer második, a maradt hosszú távú Győri kedvedben. Volt a Vince Zoli galambja, Magyarország legjobb galambja, 7. olimpián, egy éves korában. Akkor ott van egy, mondom, ott egy csomó olyan galamb, akit csak Magyarországról mondok, hogy akkor nem is beszélek még mindenféle, nem is tudok, van galamb, az valami. Károly, ez a interjú, ez felkerül a világhálóra. Tekintettel arra, hogy neveket említettél. Én megragadom az alkalmat. Említette egy Kócián nevű úriembert, aki hallomásom szerint, én nem vagyok benne biztos, de a versenyzés kapcsán Magyarországon a toppon van. Ha nincs igazam, nem jól tudom, cápoljatok meg. Tehát, hogyha egy ilyen galambászom, ilyen galambász tőled visz egy rundó fiatal, akkor hogy is van ez? Ki a tenyésztő? Nem, a Kócián az így, hogy a kis galambok kéne. Most nem vittem a kis galambot a Gyurinak, de Kócián nagyon főtudni egyik legjobb barátom, és ő is adott nekem magas még 100 galambot is, mint sokat cserégetünk galambot. Tehát akkor baráti alapon cserélni. Nagyon sok galambot cserégetünk, adunk egymásnak, stb. A Kócián most meg akarja erősíteni a hosszú távú vonalait, és azért akartam neki adni galambokot, hogy legyen neki a próbálja ki őket a nyiszedbe, ezeket a galambokot, de mondom, most közölt ez a Hegyi Gyuri barátom, és inkább neki adtuk őket, mert hogy tudja röptetni. Majd Józsinak adok másokat, ilyen legebbeket, amik kiletek a próba a tenyészetbe, de én sok galambászú vagyok ilyen viszonyban, aki országra jó galambászói Magyarországon, nagyon sok galamb, még egész világban. Én belgák, hollandokkal, meg mit tudom, mikkel, én cserégetek galambokat, még én összes jóban, csak így működik, érti, vagy ők is adnak nekem, én is adom nekik galambot, de én elmondom, hogy így mondom, most már elment, olyan szinten vagyok, én is a galambémmal, még ezek a galambászok, már olyan galambászok, itt a galambákban a 80%-a már jó. Én megmondom őszintén, én már senkitől, még a fizet pénzt, akkor fogok galambot, senkitől egyetlen egy galambot, én már 2 vagy 3 éve dolog nem azok galambot senkitől. Nem is vagyok, nem is akarok még véletlenül se hozni, még semmennyi, mindegyilyen galamb, még nem adok senkitől, nem adok semmilyen galambot, még a fizet akkor se. Azért, mert most már megvan a irány, megvan, hogy milyen galambokkal én megyek a saját vonalak, és akkor nem akarom semmivel keverni. Amíg én galambászkodni fogok, lesznek galambéim, lóan és galambéim mindig lesznek, az úgy lesz, hogy csak ezt a vonalat tenyésztem tovább, ezt a telivérbe dolmeleneket, ezen és a teliszeket, telivérbe és ezt a pár román azt a vonalat. Ezeket van nekem más galambéim is, de azokat nem tenyésztem telivérbe, csak úgy. Azokat csak úgy tartom, hogy legyenek a Klaasenszok, a Janssenok, meg mit tudom mi. Nekem vannak olyan Janssen galambai, nincs a világon senkinek, még eredeti Janssenek, vannak most is 10 eredeti Janssenom, ami Janssen gyűrűvel, meg minimálisan 10, még vannak Vallon galambom, hogy 30-40 eredeti, még Vallon gyűrűvel, még vannak mindenféle Ludo Klaasenszáim, meg minden. Tehát már csak úgy magamnak tenyésztem, hogy van is 6-700-800 galamb, most is van, hát nem van sok, volt 1500 is, most a 6-700 galambon van, de hát csak tényleg már minimális, hogy csak hogy legyenek ott, vagy csak úgy van. Érted? Most a Csabához fordulok. Tekintettel arra, hogy tudom, hogy a Csaba nagyon sok galambásznál megfordult, én nevezhetem így, hogy nemzetközi szinten is. Tekintettel arra, hogy hallottad, hogy milyen származású madarak vannak itt. Mi a véleményed? Mert hiszen belelátásod van volt ezekbe az állományokba. Te hogyan értékeled? Nem mondom, hogy kívül állom, mert hiszen aktív galambász vagy. Hát igen. Hosszú távra a Dommelen szerintem ez egy szuper jó galamb. Nincs, hogy 40-50 darab ilyet nem is tudok senkit. Nincs a világon. Én így mondom magának. A Dommelen galambokat én úgy tanítom hozzá,
van egy román barátom, Szabó Laci a neve, aki Belgiumban versenyzett, ott lakott sok éven köröztül, ő minden évben megvett 8-10 darab egy dombelen galambot a dombelentól, amikkel ő versenyzett. És a Laci abba adta a galambászkodást Belgiumban, átvédett vissza Romániába, és amikor átköltözött, akkor én nekem odaadtam, megvettem, meg összehoztam, elhoztam fel a galambokot. Azon kívül, hogy dombelentől megvettem meg egyenesen minimum 20-at. Ugye eredeti 50-60 eredeti gyűrű is, ami dombelent, de az a lényeg benne, hogy ezek mind versengalambok voltak. És most arra jutottunk, hogy mi ellopták dombelentnek galambéit, hogy már Nyugat-Európából, akinek dombelent galamb től, az majdnem mint hozzám jön. Rengetegen jönnek Belgián, Hollandiából, Ausztriából. És kik lopták el? Én nem tudom, ki lopták el, én nem vagyok rendőr, nem tudom, ki lopták el galambéit. De valaki ellopta. Valaki ellopta. A riporternek az a dolg, de nem lopta el, nem voltam ott. Én nem loptam már biztos. Úgyhogy nem tudom, ki lopták el galambéit, de most már azok a galamb, akik akarnak telivérbe, azokat általában dombelen is hozzám küldi. Úgyhogy sokat eladtam, úgyhogy ők küldték hozzám a galambokat. De én most a tiszta délben tenyésztem őket, megröptetem őket. Már versenyzést nem akarok, mert nem akarom versenyezni galambokkal, mert nem érdekel engemet már ez a vonala. Több sok-sok olyan kudarc él, nem a versenyzés szempontjából, hanem a galambások oldalán. Nem, én nem azért nem akarok versenyezni galamb. Igen, csalódtam abba, hogy például nem akarok neked mondani, amikor egy olimpiát olyan galamb nyeri meg, akit elkapták csalásért, és nem tiltották ki, csak így mondom, hogy nem megfelelő kosarazásért a tulajdonosát, és közben egész családot abban már kizárták csalásért, akkor nekem 500, nekem le kell mondanom azért a országos díjér írásból, hogyha én nyerem meg, hogy akkor nem kapom meg, hanem fölállom a maratonklubnak, mert mit tudom, miket ilyenek, hogyha ilyen hozzáállás van, akkor nekem fölállom havon évente 5-600 euró szponzorpiszt a kerületnek, vagy akárkinek, hogy versenyezhessek, amúgy befizetek úgy, hogy mindenmi más, akkor mit foglalkozok ilyenekkel, akkor merek valami versenyeznek, a fölhívnak, például fölhívott maraton vezetősége, hogy húzzam ki órát, van a legközelebb, ha nem, akkor nem lehetek galambot, a többiek nem akar versenyezni, akkor megnyerem a 21-ben, 20-ben galambim a díjakot, akkor már másik nap már szebezkednek ellenem, 20-an elmondtál nekem, hogy mit tudom, a mostani bajnokok, hogy már telefonom, tehát mindenkit, hogy engem zárjanak ki, a következő évben másképp ők hagyják galambászatot, annyira fének tűnem, akkor mit fogok ilyen, de jó, de ez egész rögtséges, hogyha komolytan az egész, én szerintem, már hogyha olyan gyönge a többi, hogy nekem a 10-ből 5 a sampió ennyi, akkor vagy ennyire fének tűnem, vagy nem tudom mi. Hogy kell felkészíteni? Károly. Nem az a megoldás, hogy engem kizárjonak a következő szezonban, már előre szervezkednek egy év előtte, hanem engem hagyja megver valaki annyira. Akkor azt mondani, hogy gyerekek, akkor vagy jobb fejlődnöm kell, és akkor jobb ennyivel. Nem az a megoldás, hogy valakit közélni. Ugye nem is érdekel engemet már. Vettem két olat, napon a lovagokat, ott két-három alatt jobban érzem, amúgy 100%-os. Igen. Kérdésem az lett volna, illetve az, hogy lehet-e valami mustrát csinálni. Tehát korábbi beszélgetés élén röntgen ilyen percel ezelőtt Károly határozottan elzárkózott attól, hogy legyen galambusra. De bemutatom a galambokat, semmi probléma, nincs a galambokon, tudom mutatni a galambokat, nincs probléma, mutatok én pár galambot. De mondom, galambokkal én abszolút nem foglalkozok olyan szinten, mi eddig foglalkoztam, mert éppen mondtam Pari bácsi a kezdet elén, amikor volt a szlovák elnök, ezt elmondtam mindenkinek, ha is fogom írni, volt a szlovák elnök, Kureknak hívták, aki mit tudom hány innen köröztű a FC vertésével benne volt, abszolút legnagyobb galambás Szlovákiából. Két nappal mielőtt meghalt, nekem adta a galambéit, összesett ott kép, vagy egy nappal mielőtt meghalt, ott voltam nála. És azt mondta én nekem, hogy élete legnagyobb, szó szerint így mondta, élete legnagyobb tévedése galambokkal foglalkozott, hogy annyi időt, energiát belefektetett, és nincs értelme,
egyszerűen a galambászok mind elfordultak, a megbetegedett elfordultak vele, nincs, még akkor is, még, mert halálos beteg is még egyszerűen még mocskulták őtet. Szó szerint azt mondta, inkább aztán időre a családjára költötte volna, stb. Azt mondta, hogy nekem, ha kis eszem van, akkor soha nem galambászkodok. Na most én, de ezt nekem nagyon sok, azt elmondta nekem már nagyon-nagyon sok galambász, akik nagy galambászok voltak és abba hagyták, már egyszerűen nem azért nem hagyták abba, nem azért hagyták abba, már valószínűleg galamb volt, nekem is 5-600 galambon, meg tudtam, hogy nem is érdekel, hogy ezer is lehet, nem, van csak 200 darab texálom, azért csak nézgetem, hogy érti, itt csak azt tudom mondani, hogy a maga a röptetés vonala, amit elmondom már, egyszerűen megutáltották az emberek magukat vele, azért, mert egyszerűen nem sportszerűek, ők egyszerűen a galambok, nagy galambászok, nem mindenkire mondom, de nagy része egyszerűen nem sportszerű, ez nem úgy, ők rögtön mindenki nyerni akar, minden, és ezért nem látok ebben a galambászok jövőt, nincs jövője, egyszerűen azért nincs jövője, mert a galambászok nem tudnak összhangba lenni. A galambászok, így mondom, ennyien vannak és ennyi felé mennek. Azt is mondom, hogy miért? Már azért nincs olyan jövő, mert most ugye sok a nyugdíjas, én úgy látom, még a kis pénzű ember, akik a galambászok 80-90%-át képezik. Én így látom. De azok emberek mondjuk területekben kiszít, valamint 200 kilométeres körzetben mondjuk lesz én szerintem negyede galambász, ami most van. Én úgy látom, hogy 5 éven belül. És azok az emberek, akik megmaradnak, azok mind nyerni akarnak. És nem tudnak megállapodni, mert mindig a szél van, mert fúj, szellemet beállítani. Iránt lehet, de szeretem. És ezek az emberek mindenki nyerni akar, és írni a másik eredményét, a munkáját. És jó, és sok esetben a szél közben játszik, és egyszerűen nem fog tudni galambász, nem fognak tudni megegyezni, hogy a irányból, stb. És inkább abba fognak hagyni azok emberek is egyszerűen. És szerintem úgy látom a jövőt, én úgy látom, lesznek kisebb társaságok, barát társaságok, akik meg fogják magukat engedni maguknak, hogy csinálni, vesznek egy kisebb autót, vagy utálkozók, mit tudom, és maguk között csinálnak ilyen 5-6 ilyen barátságos verseny. Belgiumban, Hollandiában, Nőrösszában ez már nagyon működik, Romániában is, és én szerintem a galambászok ezt felé fog venni, ilyen olimpiák, meg ilyeneket, mert már senkit nem érdekel. Most a németek kisebbítik galambot olimpiára, mert nincs értelme, nem olyan régen volt, mert nem is érdeklik őket. De más a világ, a világ fölgyorsult, és az emberek teljes más irányba tesznek. Régen azok a régi galambászok voltak, az igazi galambászok, azok meg szívből csinálták, és mentek utána sörbe, kocsmába, beszélgettek, mit tudom, egymás között rivalizálókat. De ez már megszűnt, most már úgy veszem észre, itt elzi órabontástól, hogy mindenki siet, mindenki fut, egyik már megharagolott azért, mert vertettek galambot, nem beszél, jobban se, tényleg egy barátot ott bármilyen leköp, mert megvertek galambot. Ez így, nem sportszerű. Így látom. Ezért nem lehetett csinálni a régen, azok emberek egy munkáján dolgoztak, a Laci bácsi át a dolgát, 20 galambász volt, már munkába beszélgettek, galambász voltak este, és már ez megszűnt, de már nincsen, emberek elvadultak. Uraim, nagyon szépen köszönöm az interjút, kérdezem Önöktől, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy felkerüljön a világhálóra. Egyetemleges választ kérek, igen vagy nem? Igen. Köszönöm. Igen.